Markovics Zóra blogger a Hababában vásárolt. A később években még vissza fogunk térni Zórához. Előtte azonban nézzünk meg néhány érdekességet a hírek világából, és koncentráljunk az influencer kifejezésre, illetve magára a jelenségre. Úgy tűnhet, hogy egy kicsit messziről kezdjük, de nézzük meg a HVG cikkét. Brutális változások jönnek, de fel tudjuk-e készíteni erre az embereket? Úgy tűnik, hogy egyetértenek velem abban, hogy a helyzet meg fog változni, illetve hát folyamatosan változik a szemünk láttára. A következő évtizedek talán legnagyobb kérdése, képesek vagyunk-e olyan generációt nevelni, amely nem csak együtt él a technológiai robbanással, hanem használja is azt? Alkalmas-e a mostani oktatásunk arra, hogy erre felkészítse az embereket? Erre én megadom a választ egyszerűen, és az pedig az, hogy nem, mivel erre nem lehet felkészíteni őket. Illetve ha elkezdenénk felkészíteni őket, akkor forradalom tör neki másnap. Ha elmagyaráznánk az embereknek azt, hogy nem lesz munkahely, azért, mert nem lesz szükség emberi munkaerőre, akkor mindenki elképzelheti, hogy mi az a reakció, amit tapasztalnánk. Erről már volt szó korábban, úgyhogy nem akarok sok időt eltölteni ezzel, de azt gondolom mindenki érti, hogy az egyetemnek semmi köze nincs ahhoz, hogy az embereknek megtanítsa a valóságot vagy az igazságot. Sőt, nem csak az egyetemnek, az egész oktatási rendszernek nincs ehhez köze. Arról nincs szó, hogy az, amit ott megtanítanak, az nem hasznos, hiszen az hasznos ahhoz, hogy ebbe a világba beilleszkedjünk, és valamilyen szinten a megélhetésünket biztosítsuk. Azonban minél tovább merészkedik valaki ebben a rendszerben, úgy mint az oktatásban, annál távolabb kerül az igazságtól. Van a világnak egy útja, és van az igazság. Nem akarok filozofálni, vagy belemenni az igazságba most túlságosan, csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy az egyetem, illetve az oktatási rendszer nem arról szól, hogy az embereknek megmutassa, hogy mi a valóság, és az alapján képesek legyenek döntést hozni, hogy melyik úton indulnak el. Az oktatási rendszer arról szól, hogy droidokat képezzen ki, akik megfelelnek majd a társadalomban, és úgy viselkednek, ahogyan azt a rendszer elvárja tőlük. De elérkeztünk egy olyan pillanathoz a történelemben, amikor ezennél súlyosabbra is fordul. Azok az emberek, akik most kezdik, illetve benne vannak az oktatási rendszerben, befejezvén az útjukat abban, egy olyan világba fognak megérkezni, ahol az, amire rászánták az egész életüket, az teljesen felesleges lesz. A világ teljesen meg fog változni az elkövetkezendő évtizedekben, és nem tudják felkészíteni az embereket erre, de nem is akarják, még ha tudnák, vagy lehetséges lenne, akkor sem. Pontosan ez a lényeg. Az internet, a technológia és a social media terjedésével egy olyan átfogó agymosáson megy keresztül az elkövetkezendő néhány nemzedék, illetve azok, akik most benne vannak ebben a rendszerben, hogy a másik oldalon kiérkezvén fogalmuk sem lesz a valóságról. Én megkockáztatom, hogy az emberiség nagy részének már most sincs fogalma, de a nemzedék, aki majd ezek után kikerül ebből a rendszerből, teljesen reménytelen. Nem csak, hogy nem lesz szükség azokra a képességekre és készségekre, amiket megszereznek, vagy amikkel rendelkeznek, de a szocializációnak köszönhetően teljesen elveszettek lesznek az egész világban. Hozzászoknak a social media és az internet segítségével egy olyan világhoz, ami nem azonos a valósággal. És mire megszülettek ebből a rendszerből, úgy mint az oktatásból, addigra készen fog állni egy másik rendszer, ami tárt karokkal várja majd őket, és ez lesz az úgynevezett új világrend. Hogy ez a programozás teljes legyen, ahhoz elkerülhetetlen, hogy megvizsgáljuk a világ másik részét, ez pedig a szórakoztatóipar. A tudomány szorosan kapcsolódik az oktatáshoz, úgyhogy arra nem szánnék külön időt, az végül is hasonló pályán mozog, de a szórakoztatóipar az kétségtelen leghatékonyabb fegyver a világot irányító elit kezében. Most ezt szeretném bemutatni, hogy hogyan is befolyásolja ez az emberiséget, különösen a fiatalabb generációkat, és ezért is választottam az influencert, mint téma. Akinek nem tiszta, hogy miről van szó, az is biztosan ismeri a jelenséget, csak esetleg a szót nem. Az influencer jelenség az az angol szóból származik, ami influencer annyit tesz befolyásolni valakit, vagy egy befolyásoló, magyarul egyébként véleményvezér, vagy befolyásolónak fordíthatnánk le. Ezek azok a személyek, akik befolyást gyakorolhatnak potenciális vevőkre, vagy bárkire, aki a mi célközönségünk. Most mindenkinek megmutatom, hogy mit jelent az influencer marketing, és utána bemutatok néhány ehhez kapcsolódó példát. Az influencer marketing azonosítja az influencereket, azokat a személyeket, akik befolyást gyakorolnak a potenciális vevőkre. Nem feltétlenül termékekről van szó, ideológiáról vagy propagandáról ugyanúgy. És a média tevékenységet, illetve a marketing tevékenységet köréjük szervezi. Az így létrehozott befolyásoló tartalom
vagy egy eljátszott, potenciális vevő szerepébe bújtatja a véleményformálót, aki bemutatja a terméket, vagy lehet harmadik fél által létrehozott. A harmadik féltől származó jellemzően lehet újságírói, elemzői vagy hirdetői tartalom, marketing szempontból változatos lehet a felület, azonban jellemzően a kommunikáció online térben történik. Szóval az influencer marketing gyakorlatilag a propagandának egy legújabb verziója, ami akár egy híres személyhez, vagy újságírókhoz, elemzőhöz, hirdetőkhöz is kapcsolható. A lényeg az, hogy olyan emberről van szó, aki befolyásol nagyobb tömegeket. Ő az, akinek a segítségével a propaganda eljut majd az emberekhez. Mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt a klasszikust George W. Bush-tól a propagandáról, illetve erről az influencer jelenségről. If you've retired, you don't have anything to worry about. It's the third time I've said that. I'll probably say it three more times. See, in my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. Tökéletesen felvázolja a számunkra, hogy mi is az, amiről az ő tevékenysége szól. Ismételni újra és újra a propaganda elemeket annak érdekében, hogy az igazság regisztráljon az emberek agyában, tudatosuljon benne és átformálja a gondolkodását. Ez az ő szerepe, mint egy influencer. Az, hogy ő egész véletlenül az Amerikai Egyesült Államok elnöke, attól függetlenül ő még abba a csoportba tartozik, amit influencernek hívunk. Ugyanúgy, ahogy például ez a számítógépes játék, ami nem más, mint a Sims. A Sims egyébként egy életszimulációs játék. Több mint 200 millió példányban kelt el világszerte. Minden idők egyik legsikeresebb digitális játéka. Aki esetleg azt gondolná, hogy a Sims vagy más digitális játékok az csak ártalmatlan szórakozás, az most láthatja azt, hogy ez egyáltalán nem így van. Ez a játék maga egy influencer. Ezért is tartalmazza a játék legújabb része, az influencer munkakört. Ebben a játékban az emberek különböző személyiségeket ölthetnek fel, és egy életet élnek egy virtuális világban. HVG elárulja azt, hogy a hírnév és annak megszerzéséről szól a népszerű szimulátor novemberben érkező kiegészítője, melyben az influencerek életét is kipróbálhatják a játékosok. Az influencer nem feltétlenül, sőt szerintem legtöbb esetben nem tudatosan vesz részt ebben a tevékenységben. Mindenki, aki egyfajta világi életmódot, illetve azt az életszemléletet, amelyet a világ támogat, képvisel, az influencer kategóriába tartozik. Nem, a propaganda nem mindig direkt. A legtöbb ember egyszerűen az élet stílusával promotálja a világot. Ezért influencer. A hazánkban sem ismeretlen influencer jelenség ugrásszerű növekedésnek indult az utóbbi időben, mára pedig komplett iparággá nőtte ki magát. Ez részben annak köszönhető, hogy az internetes véleményvezérekkel való együttműködés nem ritkán a hollywoodi sztároknál is kifizetőbb lehet, hiszen a közösségi média csillagai sokkal közvetlenebb módon tudnak megismertetni egy-egy szolgáltatást vagy terméket követőikkel. Nem csak terméket vagy szolgáltatást, akármilyen propaganda elemet. Ez egy munka, írja a HVG, mert hogy egyfajta hivatásról van szó, ennek megfelelően óriási pénzeket mozgat meg. A hollywoodi sztárok azért kapnak annyi pénzt, vagy a zenészek, akiket mindenki csodál, teljesen mindegy, bármilyen híresség, mert az embereket vezetik egy irányba. Nem a teljesítményük vagy a tehetségük az, ami miatt kapják ezt az összeget, hanem azért, mert emberek millióit, tízmillióit vagy százmillióit vezetik félre. Ez az igazi értéke egy művésznek. Ezért van ennyi pénz ezekben az iparágokban. Az elit felhasználja ezeket az embereket arra, hogy a népet félrevezessék. A probléma az, hogy minél fiatalabb az ember, annál inkább elhiszi ezt az egész mesevilágot. Sőt, itt azt írja a HVG, sokan azonban csak irigykedve figyelhetik, amint kortársaik márkás árucikkeket reklámoznak és a világ ismertebb vállalataival dolgoznak. Őket célozza meg a Sims 4. következő Get Famous, vagyis Légy Híres című kiegészítője, mely a hírességek életére helyezi a hangsúlyt, de a játékosok influencernek állva is kipróbálhatják magukat. Ez egy tipikus propaganda jelenség, sőt, szerintem nagyszerűen látszik az, hogy hogyan is neveli majd a népet egy újfajta életstílusra ez a játék. A programfejlesztők azt mondják, hogy azt szeretnék, ha minél többen megismerhetnénk, hogyan is működik ez a világ, úgy, mint az influencerek világa, épp ezért a játékban is ugyanolyan, a való életben elérhető lehetőségeket adnak majd a felhasználók kezébe, mint például a vlogolás és a közösségi média.
Amit akarnak, az az, hogy kiképezzenek egy újabb generációt arra, hogy hogyan kell ezt az egészet hatékonyan csinálni. Megtanulják a játékban, és aztán átültetik a való világba. És így egyre több és több ember fogja követni ezt az életformát, hogy másokat befolyásoljon és terjessze azt a korságot, ami nem más, mint egy dekadens, aberrált életvitel, ami teljesen ellentmond annak, amit a teremtő kitalált az ember számára. Ez az a termék, amit ők eladnak. Minden más, a smink, a parfüm, a ruházat, a cipő, az autó, az egy mellékterméke ennek. Az, ami a háttérben meghúzódik, az egy életstílus. Mutatnék erre néhány nagyszerű példát. Itt van Nicole Kidman, aki lassan 100 éves, de még mindig tínédzsernek képzeli magát, és arról beszél, hogy befolyásos emberhez mentem hozzá, és ez megvédett a zaklatásról. Ez az egész zaklatás, meg a Me Too mozgalom, illetve a Time's Up mozgalom szintén része a propagandának. Nicole Kidman azért kap ennyi pénzt, mert egy életstílust ad át azoknak a nőknek, akik szimpatizálnak vele. Teljesen mindegy, hogy Nicole Kidman-t választjuk, vagy Jennifer Aniston-t, vagy a harmadikat, vagy a negyediket. Mindegyik elfelé vezeti az embert attól az életformától, amit a teremtő meghatározott. Ezért van az a státuszuk, ami van. Mindaddig, amíg ezt csinálják, addig a rendszer támogatni fogja őket. Nem véletlen az, hogy mindegyiknek több férje volt, mint ahány barátnőm nekem, meg több gyereke van, mint ahány embert ismerek különböző férfiaktól. De akinek bizonyítékkel itt van. Persze, hogy voltak Me Too pillanataim, ugye ez a zaklatásra utal egészen kiskorom óta, de ki akarom teregetni őket egy cikkben? Nem. Beleforgatom őket a munkámba? Teljes mértékben. Természetesen a feminista propaganda az, amit ő képvisel, illetve ez az erős nő az, aki vezeti magát, meg az egész világot, meg meghódítja a világot, és mindenki az ő tenyeréből eszik. Itt van a következő, meghalt az amerikai bordélytulajdonos, aki reality sztárként is karriert csinál. A reality tévésónak ez a lényege, hogy egy teljes mértékben primitív, dekadens életformát elad úgy, mint ami vonzó és egyfajta útvonal lehet a fiatalságnak, illetve bárkinek, hiszen teljesítmény, intelligencia, bármiféle különleges képességek nélkül az ember karriert csinálhat abból, hogy egy komplett idióta. Ez nyilvánvalóan vonzó sok ember számára, mert a legtöbb ember ebbe a kategóriába tartozik. Itt van a következő, ha már az influencerről van szó, ez Banksy, ami egy teljes hoax, egy teljes hazugság. Ha valaki azt hiszi, hogy Banksy egy valós szereplő, akkor az nem érti, hogy hogy működik a világ. Banksy egy a hosszú listában azon karakterek közül, melyeket a rendszer talál ki az embereknek azért, hogy azok elhiggyék. Egyrészt, hogy valaki harcol értük, másrészt, hogy találhassanak maguknak hősöket és azt, hogy hősök léteznek. Julian Assange, Edward Snowden, Tesla, Banksy, az Anonymous, ezek mind-mind ilyen koreografált karakterek. Arról volt szó, hogy ő majd ledarálja ezt a festményt, mielőtt ugye meg tudta volna venni valaki, illetve hát miután kifizette, de mielőtt megkapta volna, azonban nem működött a daráló, és csak félig darálta le. Ezek pontosan azok a primitív színjátékok, amiket az emberiség imád, és aztán erről tud beszélni hetekig. De hát hogy is lehet ebben kételkedni, amit most mondok? Ez körülvesz minket ez a jelenség, ez az influencer propaganda, programozás és agymosás. Mindenhonnan ez jön. A zene ennek egyébként meleg ágya, de Hollywood közvetlenül ott van mögötte. Mindenki a világon, aki valamire is vitte, aki hírnévre tett szert, az része ennek a gépezetnek. Hogy tudatosan? Nem. Nem is kell, hogy tudatosan része legyen. Elég az, hogy egy olyan fajta értékrendet képvisel, amit a rendszer értékel és elfogad. Aki nem ezt képviseli, az egyszerűen csak nem lesz híres. Mutatok egy példát, hogy 100 évvel ezelőtt is így volt ez. Szabó Ervin azt mondta, hogy a könyvek fegyverek. Az, amit az iskolában tanulunk irodalomként, az nem más, mint propaganda. Ugyanúgy, ahogy a történelem, vagy ma a politika, de teljesen mindegy, hogy merre nézünk, ez az, ami körülvesz minket. A világ mindig az övéit fogja első helyre sorolni. Nem ismernénk az embereket, hogyha nem azt az értékrendet képviselnénk, amit a világ nagyra tart. Ha bizonyítékot akar valaki, akkor gondolkozzon el azon, hogy ki volt az utolsó sztár, aki egyfajta bibliai életmódot hirdetett. És akkor rá fog jönni, hogy nem volt ilyen, soha nem is lesz. Azért, mert a világ az övéit szereti. De ha már oktatásról van szó, akkor nézzünk meg még egy cikket, ezért nem tudunk lemondani a státusz szimbólumokról, ez szintén a HVG. Legtöbbször negatív asszociációk kapcsolódnak a státusz szimbólumokhoz, mégis fontos szerepet töltenek be az önértékelés, a társas összehasonlítás, az önmeghatározás szempontjából.
Elárulok egy titkot. Akinek valamilyen státuszszimbólumra van szüksége, hogy ezeket a dolgokat elérje, az egy a sok közül. Úgy tűnik, hogy végtelen választási lehetőség van, és azoknak kombinációi, azonban ez mind a széles út része. Szóval, ha valaki részt vesz ebben a játékban, akkor az a széles úton jár. Nézzük meg a definícióját ennek a kifejezésnek, a státuszszimbólum. Egy személy társadalmi gazdasági helyzetének külsőleg észlelhető, láthatóvá tett megjelenítését jelentik. Mielőtt visszatérnénk Zorához egy pillanatra, nézzük meg profession.hu influencer marketing bejegyzését. Azt ajánlom, hogy próbáljon mindenki fülelni és felfogni azt, amiről szól. Magánemberként gyakorlatilag mindannyian influencerek vagyunk a magunk mikrokörnyezetében, amennyiben használjuk a közösségi oldalakat, az ismerőseink számára ugyanis véleményformáló lehet, milyen eseményeken veszünk részt, merre nyaralunk, hol képezzük magunkat, vagy milyen márkák iránt vagyunk elköteleződve. Azért van így, amit korábban már említettem. Mindenki egy életstílust képvisel, és ez az, amit elad. A termékek, meg ezek a különböző megjelenési formái ennek az influencer életformának csak eszközök és részletei ennek. Ami emögött meghúzódik, az egy életforma. Vagy a világ életét járja az ember, vagy pedig a keskeny utat. Úgy tűnhet, hogy végtelen variációs lehetőség van, azonban a helyzet egyáltalán nem ez. Ezért van annyi gyermeksztár, aki felnövekedvén később ugyanezt a dekadens, nihilista, primitív életformát képviseli, amit a világ. Hiszen ez egy-két generációt végig tud vezetni ezen a folyamaton, anélkül, hogy különösebb erőfeszítést kellene tennie azoknak, akik irányítják magát a folyamatot. Ez igaz a férfiakra, de különösen a nőknél vehető észre ez a változás. A gyermeksztár elkezdi úgy, mint az az aranyos kislány, akit mindenki imád, felnövekedvén, pedig gyakorlatilag legális prostitúció az az életforma, amit képvisel. Ahol nincsen semmiféle erkölcsi morál, hanem mindenki azt csinál, amit jónak lát, és megy a saját feje után. Úgy, hogy mindezt mi ráadásul még divának tartjuk. Nézzük meg, hogy mi az, amit digitalhungary.hu ír erről. Azt mondja, hogy túlságosan gyorsan fejlődött ez az egész ipar, és a cél az volt, hogy egy nagy követő táborral rendelkező ember falán megjelenjen a termék. Hiszen ha ezt hozzá tudjuk kapcsolni egy híres emberhez, akkor azok, akik őt követik, szintén azonosulni fognak ezzel a termékkel vagy gondolkodásmóddal. És itt akarok visszacsatlakozni Palkovics Zórához. Nekem nincs semmi bajom vele, nem ismerem, fogalmam sincs, hogy mi az, amit csinál, csak néhány képet találtam róla, és bejegyzést. Ezt szeretném most megmutatni, hogy hogyan működik ez az influencer dolog a valóságban. Én nem mondom, hogy Zóra ezt az életformát képviseli, hiszen nem ismerem, csak szerintem nagyszerű az, ahogyan ezen keresztül be lehet mutatni, hogy hogyan is működik az influencer, és mi is az, amire a rendszer felhasználja ezeket az embereket. Zóra majdnem egy hónapja megosztott egy fürdőruhás képet az Instagramon, és a kép aláírás egy őszinte monológ arról, min ment keresztül az évek során, és mennyit hezitált a fotó kiposztolása előtt. Az üzenete, saját testünk és énünk elfogadása annyira megfogott, hogy úgy éreztem, muszáj élőben találkoznunk és megosztanom veletek gondolatait. Gimnáziumi tanuló volt ekkor, és most vették fel az egyetem. Magyarul egy gimnáziumi tanuló lány influencernek számít, egyébként az év divat bloggere 2016 versenyben részt vett. Tehát ott tartunk, hogy egy gimnáziumi tanuló lány influencer 25 ezer követővel. És arról beszél, hogy ő megszállott, amikor ezekről a metál szem árnyékoló termékekről van szó, és így néz ki a fényképen az Instagramon. Tudom, hogy ez teljesen természetes mára, már egy gimnáziumi tanulónál, de az nem azt jelenti, hogy ez attól még normális dolog. Én nem azt mondom, hogy én egy szent voltam, vagy vagyok, de mindenkinek el kell gondolkozni azon, hogy szeretné-e, hogyha ez az influencer az ő lánya elé kerülne, vagy akár fia elé. És fürdőruhás, meg melltartós képeken arról beszélne, hogy nekünk az a lényeg az életünkben, hogy elfogadjuk önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Érthető most már, hogy miért van Palkovics Zóra mindenféle weboldalakon, bizonyítván azt, amit mondtam. Aki a világ útját járja, azt a világ jutalmazni fogja, akkor is, hogyha az az ember nincs tisztában azzal, hogy ő ezt az utat járja. Ez a test pozitív gondolkodás, ez az egyik propagandája a feminista mozgalomnak. Teljesen mindegy, hogy anorexiás valaki, vagy olyan dagad, hogy már megdöglik, úgy vagy jó, ahogy vagy. Az a lényeg, hogy legyen egy tonna smink rajtad, és csinálj, amit akarsz. Mert te úgy vagy jó, nem kell változnod, semmiféle folyamatra nincs szükség ahhoz, hogy az ember eljusson A-ból B-be az élete során, hanem csak lennie kell, mint egy gaznak.
Még egy utolsó dolgot ezzel kapcsolatban, az pedig az, hogy ez a kettős kereszt filter nélkül címszó alatt fut. A helyzet az, hogy egy gimnáziumi tanuló lánynak annyi sminkel, mint amennyi ezen a lányon van, még az lenne a csoda, hogyha a filterre is szüksége lenne, hogy jól nézzen ki. Én soha nem voltam egy helyes férfi, de ennyi sminkel lehet, hogy még én is jól néznék ki. Úgyhogy a tanulság az, hogy ne felejts el senki, hogy mindannyian influencerek vagyunk, és a termék, amit árulunk, illetve amit promotálunk, az egy életstílus. Tetszik vagy sem, hiszi valaki vagy sem, amikor a show-nak vége és a por leszáll, a teremtő mindenkit megítél majd a cselekedetei szerint. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy ismerje fel ezt a tényt, és alakítsa az életét ennek megfelelően, nem pedig annak megfelelően, amit a világ szeret, elfogad és ünnepel. Ez az Új Világrend hírek röviden 2018. 10. hó 19-én. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.